Ismét összeült a testület, 22 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Izrael állam magyarországi nagykövete Moson-Magyaróváron, Yossi Amrani látogatott el a városunkba. Testületi ülés levélen a településen is összeült a képviselőtestület. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Májusi testületi ülésüket tartották a képviselők csütörtök délután. Az előzetes tervekkel megegyezően összesen 22 napi rendi pontot tárgyaltak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr! Elsőként Jávor Miklós kért szót a napirendi pontok előtt a májusi képviselőtestületi ülésen. Az ellenzéki képviselő elmondta, üdvözli azokat a megállapodásokat, amik megszülettek Lázár János miniszteri látogatása alkalmával. Ugyanakkor véleménye szerint muszáj megoldani a lakhatási problémákat, ugyanis a magas ingatlanárak miatt egyre több fiatalnak jelent problémát a saját otthon megteremtése. Árva István válaszában elmondta, jelezte a miniszter felé azokat a problémákat, amiket a belső migráció és az ingatlanárak megnövekedése okoz. Szintén napirend előtt kért szót Kovács Tamás, aki 4 témában is a polgármesterhez fordult. A belvárosi körnek a rendezvénye úgy érzem kezdi kinőni magát, rendkívül színvonalasak az utóbbi időben a rendezvények. A program alapján a későbbiekben normális meghívott előadók lesznek. Én azt gondolom, hogy Moson-Magyaróvár város polgárai nem hiszem, hogy el kellene viselnünk azt, hogy a helyben meglévő bank egyik padján egy hajléktalan tartózkodjon. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ezt kezelni kellene, ezt a problémát, hiszen ennek az embernek is azt gondolom, hogy vagy a hajléktalan szállam, vagy valahol szállást, illetve megélhetési lehetőséget kellene biztosítani. A képviselő továbbá arra is felhívta a polgármester figyelmét, hogy a virágzó Moson-Magyaróvár program után sok helyen elhanyagoltak a magánterületek, gazos, rendezetlen több ház környéke is. Kovács Tamás a Fuvaros utcában található volt TS iroda sorsáról is kérdezte a polgármestert, ugyanis a képviselő információi szerint az épületet eladták, és ott munkásszállót alakítottak ki. Ezek mellett pedig a lajtasétány karbantartására is felhívta a városvezetés figyelmét. Árva István válaszában elmondta, attól, hogy valaki hajléktalan, még nem szabálysértő és nem bűnöző, és amiért közterületen alszik, nem vonható eljárás alá. A rendőrség kérésünkre elkísérte az ugat a helyszínről. Megpróbáltuk volna bekísérni a hajléktalan szállóra, de hát az sem egy börtön, hogy oda be lehessen valakit erején vagy akaratán kívül zárni, tehát csak az tartózkodhat, aki akar, és az is, aki a közösség rendjét elfogadja. Úgyhogy hajléktalanok lesznek és vannak is. A képviselő második kérdésére Árva István elmondta, több helyre is kiment a felszólítás, ami kötelezi a magántulajdonosokat a környezet rendben tartására és a gaztalanításra. A Fuvaros utcai volt TS épülettel kapcsolatban a polgármester elmondta, munkásszállásra vonatkozó kérelem nem érkezett a hivatalhoz. Ha valóban működik, akkor az feketén, így hivatalos úton kell megtenni a bejelentést. A lajtasétánnyal kapcsolatban Árva István hozzátette, a karbantartási feladat teljesen az önkormányzatra hárult, amit idén egyszer tudtak elvégezni. A lajta közelsége miatt pedig nem használhatnak vegyszereket, ami szintén megnehezíti a karbantartási feladatok elvégzését. Első napirendi pontként aztán 2016. évi értékelő beszámolót fogadtak el a képviselők a város közösségi közlekedéséről, majd pedig a Család és Gyermekjóléti Központ beszámolóját is értékelték. Stenzinger Noémi intézményvezető az ülésen elmondta, egy topos pályázat keretében mintegy 150 millió forintot nyert az intézmény és a térségi társulás, amit épületfelújításra és bővítésre fordítanak a jövőben. Hosszasan tárgyalták a képviselők a település rendezésről szóló napirendi pontot. Szabó Miklós, a frakcióból kilépő politikus, a zöld területek rovására történő bővítésekre hívta fel a figyelmet. Eléggé intenzív, ha valaki nyitott szemmel jár a városba, a különböző területeknek a beépítése, és mindez a zöld felületeknek a rovására. Ennek a városnak egy óriási előnye volt, hogy sok zöld felülettel, parkkal, gondolok itt a Wittmann Parkra, vagy Mosonban lévő, az Engler környékén lévő Rudolfára ligetre gondolok, rendelkezett. A városközpontban már elkezdődött az építkezés gyakorlatilag szintén a zöld felületek rovására. Árva István válaszában többi között a Wittmann Antal Parkban, vagy éppen a városközpontban történő fejlesztéseket emelte ki. Számtalanszor hallatszik el itt, hogy zöld területek, vagy zöld felületek, vagy rovására zöld terület az, amit a szabályozás terv zöld területként jelöl, nem az, ahol kinőtt két fa.
A városközponti tartalék területen valóban kinőtt egy bokros fás rész. Tudjuk, hogy be is költöztek a hajléktalanok, csöveseknek, drogosoknak a tanyája lett, de attól az még nem egy zöld terület, ez egy beépítésre szánt terület volt, aminek hosszú távon az önkormányzatnak az volt a cél, hogy a városközpontban igenis építések történjenek a városközponti jellegnek megfelelően. A képviselők elfogadták aztán többi között a társasházak energia megtakarítást eredményező 2017. évi korszerűsítésének felújításának támogatásáról szóló rendelettervezetet, lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint több pályázatot is támogatták. A Moson-Magyaróvár város kiváló óvónője, tanítója, tanára és középiskolai tanára díjak adományozásáról szóló javaslatot zárt ülésen tárgyalta a képviselőtestület. Yossi Amrani 2016. novemberében vette át Izrael állam magyarországi nagyköveti pozícióját Ilan Mortól. A nagykövet a minap ellátogatott Moson-Magyaróvárra, ahol találkozott a város polgármesterével is. Érkezik Yossi Amrani a Moson-Magyaróvári polgármesteri hivatalhoz szerda délután. Izrael állam magyarországi nagykövete látogatott ugyanis el városunkba, a Moson-Magyaróvári zsidó hitközség és a Moson-Magyaróvári hit gyülekezete által rendezett ünnepségre, amelyen Jeruzsálem újraegyesítésének 50. évfordulójáról emlékeztek meg. A nagykövet a rendezvényt megelőzően azonban rövid látogatást tett a városba, valamint találkozott dr. Árvai Istvánnal is. I'm so sorry that I was not here before. It's a beautiful city. The hospitality of the mayor was great and őszintén mondom, nagyon sajnálom, hogy korábban még nem jártam itt. Ez egy csodaszép város, a polgármester is nagyon kedvesen fogadott. Már most elhatároztam, hogy a közeljövőben valamikor újra ellátogatok, hogy jobban megismerhessem Moson-Magyaróvárt. A város tényleg gyönyörű, szép épületekkel és parkosított részekkel. Mindent körülleng a történelem, ami nagyon érdekes és ösztönző. Yossi Amrani beiktatásakor úgy fogalmazott, Izrael állam nagyköveteként a fő feladata, hogy eljusson a magyar néphez és az általa megválasztott vezetéshez a minden szinten történő együttműködés üzenetével. Ezt a Moson-Magyaróvári látogatása is bizonyítja, ha pedig ígéretét betartja, nem sokára újra ellátogat majd a városba, hogy aztán tovább vihesse Moson-Magyaróvár jó hírnevét. Május 24-én tartotta soron következő testületi ülését a levéli képviselőtestület. A résztvevők összesen 19 napi rendi pontot tárgyaltak, és 3 tájékoztatót hallgattak meg. Véletőleg 20 döntést igénylő napi rendünk van, és ezen kívül tájékoztatók. Többek között a 2016-os költségvetés felülvizsgálatát és módosítását, valamint a belső ellenőrzési jelentést fogadta el a levéli testület soron következő ülésekor. A májusi testületén közel 20 témát érintettek, amelyek között szerepelt több olyan is, amely a település fejlesztését érinti. Kácsúzás és útépítés tekintetében döntöttünk a 2017 évben történő kácsúzási és útépítési munkákról, és megrendeltük egy 12 darabos parkoló építését levélen az általános iskola mellé. Megbízási szerződést kötöttünk a levéli kertészettel annak érdekében, hogy a község frekventáltabb helyein még hangsúlyosabban tudjuk úgymond szépé tenni a területeket, még virágosabbá tudjuk ezzel varázsolni levél községet. És az általános iskola alapítvány kérelmét bíráltuk ezen kívül még el, és hát ami azt gondolom, most minden egyes önkormányzatnál napirenden van, a települési arculati kézikönyv elkészítésének a megrendelésére történt meg a május 24-i testületülésen. A polgármester elmondta, idén már több fejlesztési projektnek nekiálltak a településen, még úgy is, hogy egy topos pályázatukat kedvezőtlenül bíráltak el. Azonban szeretnék továbbra is megvalósítani ezeket a terveket, a plusz forrás nélkül azonban ez több időt fog igényelni. Szabó Miklós kilépett a kormányzó frakcióból, ezt dr. Árvai István jelentette be a Moson-Magyaróvári képviselőtestület csütörtöki ülésének kezdetén.
A városatya az ülésen már az ellenzéki padsorban foglalt helyet, olvasható a mosonvármegye.net oldalon. Mint ismeretes, a 2014-es helyhatósági választásokon polgári összefogás néven közösen indult a Fidesz, a KDNP, a Nemzeti Fórum Egyesület helyi szervezetei, valamint a Moson-Magyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület és a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete. Ebből a koalícióból lépett ki most a városatya. A képviselő elmondta, azért hoztak létre közös frakciót, hogy erősíteni tudja a kapcsolat és a párbeszéd kultúráját Moson-Magyaróvár közéletében. Szabó Miklós véleménye szerint azonban ezek a párbeszédek elmaradtak. A portál megkereste Árvai Istvánt is a kiválással kapcsolatban. A polgármester hangsúlyozta, nem az MPKE lépett ki a koalícióból, hiszen Németh Sándor továbbra is a frakció tagja, és az Egyesülettől sem kapott ilyen jellegű megkeresést. Dr. Árvai István elmondta, úgy tudja, Szabó Miklóst a közelmúltban megkereste dr. Gémesi György, és felkérte, hogy legyen az Új Kezdet néven alakuló új pártja képviselőjelöltje a jövő évi országgyűlési választásokon. Szerinte a képviselő frakcióból való kilépése az erre történő felkészülés része. Utolsó bajnoki mérkőzését játssza a Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub május 27-én szombaton 18 órától az UFM arénában. Ezúttal a Dunaújváros ellen lépnek pályára a miénk. Ezzel a győzelemmel a Moson-Magyaróvárnak a saját kezében van a sorsa. Ha nyer az utolsó fordulóban a Dunaújváros ellen, akkor jövőre is az NB1-ben szerepelhet. A teltházas mérkőzésre minden jegy elkelt, de hétfő esti híradónk után televíziónk műsorán is megnézhetik a meccset. Röviden a hétvége időjárásáról. Az előrejelzések szerint egész hétvégén a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként növekedhet meg a fátyol felhőzet. Élénk lesz az északi szél, napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége dr. Árvai István polgármester, akivel Horváth Péter beszélget a csütörtöki képviselőtestületi ülésről. Ezután az Üzleti Negyed című magazin műsor következik. Hétvégén a Fehérló Közösségi Házban tartott táncvilágnapi műsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!